Újra napirenden a gyermekvédelem. Békésnek hirdetett tüntetésen estek neki újságírónak, David Pressman pedig még mindig helytartóként viselkedik, Gyurcsány Ferenc pedig megjelent Varjú László bírósági tárgyalásán. Köszöntöm Önöket, én Futó Boglárka vagyok, ez pedig itt a Célpont. Elnök úr, Varjú úr le fog itt majd feküdni a tárgyalóteremben? Beszéltek erről? Lehet-e politika mentesen tüntetést szervezni, ha az ember politikai aktivista vagy ex-politikus? Ezen a kérdésen feszült egymásnak az utóbbi időben jobb és baloldal, miután hazai influencerek egy csoportja február 16-ára egy politika mentes demonstrációt hirdetett meg, amelyen megtámadták a pesti srácok stábját. Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Kormányellenes mondatok, felbőszült tömeg és elkergetett jobboldali újságírók. Valahogy így nézett ki az az erőszakellenes tüntetés, amelyet 9 hazai influencer hirdetett meg. A szervezők a közösségi oldalakon és saját felületeiken kezdték el népszerűsíteni a demonstrációt. Arra pedig kínosan ügyeltek, hogy minél többször elmondják vagy leírják, hogy ez a tüntetés bizony politikamentes lesz. Pártlogóval ellátott kellékeket, különösen zászlókat, kérjük, ne hozzatok magatokkal. Ezt írták az esemény felhívásában is. Pártlogók és zászlók így nem voltak, de a kérdés, hogy politikamentes tudott-e maradni a tüntetés. Azért persze a balliberális politikusok sem bírtak magukkal, és mindenki ki akarta venni a részét a megmozdulásból, ha már a saját akcióik sorra kudarcot vallanak. Kezdjük az elején. A rendezvény este 6 órakor kezdődött, a fellépők pedig sorban egymás után léptek a színpadra. A többi között beszédet mondott az ellenzék 2022-es kampányában segítkező Oswald Zsolt. Nehéz napokon vagyunk túl, pláne én. A baloldali aktivista Gulyás Márton. Jó estét kívánok! Sziasztok! És az ex-momentumos Pottyondi Edina. Oda kint most szörnyek járnak, és az állam a legnagyobb szörny. A tüntetésen a szervezők a gyermekvédelemre szerették volna felhívni a figyelmet, de a beszédekben azért más üzenetek is elbújtak. Odakint most szörnyek járnak. Szörnyek, akik gyerekeket bántottak. Szörnyek, akik a gyerekek helyett a bántalmazókat segítették. Szörnyek, akik urambátyám alapon kegyelmet osztogatnak. A magyar állam csődöt mondott. Pottyondi Edina, Oswald Zsolt és a többiek valójában nem egy független tüntetést szerveztek, hanem egy kormány ellenes közönség találkozót. Ugyanis este 8 óra körül, miután a tüntetés hivatalos része véget ért, a szervezők lejöttek a színpadról és adománygyűjtő ládákban pénzt kezdtek el gyűjteni az utcáról lakásba egyesületnek. De az események itt még nem értek véget. A tüntetők egy csoportja a Lendvai utcai Fidesz székházhoz vonult, ahol meglehetősen feszült helyzet alakult ki. A legutóbbi emlékem az erről, hogy egy rendőr, minthogyha megfogta volna egy a vállamat, és aztán az ön érdekében most kiviszem innen. A helyszínről tudósította a pesti srácok stábja is, azonban miután a tüntetők felismerték a riportert, körbekerítették. Ezt követően a riportert követni kezdték, operatőrével pedig trágás stílusban kiabálni kezdtek. Két ujjad is van, mind a kettőt tegy a nyárba, akkor meg apádba is, te köcsög. Ti vagytok a megafonosok? Gyere, tedd bele! Gyere, fiú, tedd bele! A megtámadott újságíró az eseményekre visszaemlékezve úgy fogalmazott, a tüntetők provokációnak tekintették, hogy én ezen a demonstráción tudósítok, dolgozom. Nem értem meg ezt a fajta baloldali logikát, hogy provokációnak tekintik a jelenlétemet, tehát az, hogy én jelen vagyok, az már provokáció, de az, hogy ők neki mennek a rendőrsorfalnak és lögdösököket, az általában nem szokott provokáció lenni. A helyzet végül odáig fajult, hogy a megtámadott stábot a tüntetők gyűrűjéből rendőrök emelték ki. Borzasztóan gyorsan történt az egész.
én próbáltam tartani, amennyire tartani ezt a riporter karaktert, álltam a kamerába, és próbáltam elmondani, hogy mit látok, vagy mi történik körülöttem, de mikor 30-50 ember ordít, azt ugye azért nehéz ahhoz, hogy mondjam, az én szakmai tudásom jóval ez alatt van, hogy én ezt meg tudjam mit csinálni, és kizárni ezt a hatalmas tömeget. Az történt, amikor oda gyűltek, hogy az egyik srác odadugott elém egy mikrofont, azt sem tudom, hogy honnan, és különböző kérdéseket, tehát egyszerűen nem hallottad, csak azt érezted, hogy ez a tömeg, ez a gyűrű egyre szűkül, és a legfrissebb, vagy legutóbbi emlékem az, hogy ugye ilyen helyzetben nehéz azért koncentrálni. Legutóbbi emlékem az erről, hogy egy rendőr, minthogyha megfogta volna egy a vállamat, és azt mondja, az ön érdekében most kiviszem innen. Az erőszak ellen tüntetők erőszakos gyűrűjéből. De nem ez volt az egyetlen olyan esemény a tüntetéssel kapcsolatban, amin minden jó érzésű ember felvonja a szemöldökét. Történt ugyanis, hogy Oswald Zsolt és brigádja több hazai előadó művészt és hírességet is megkeresett, hogy álljanak a tüntetés mellé. Voltak azonban, akik nemet mondtak. A gyerekek szerepe, élete a legfontosabb dolog a világon, és aki ezt politikai célokra használja, az pont, hogy te vagy. Így üzent közösségi felületén Széki Attila Curtis Oswald Zsoltnak, aki kőkeményen beleállt az énekesbe, amiatt, mert nem állt be a balos influencerek sorába. De kapott hideget-meleget, leginkább hideget Ördög Nóra műsorvezető és Tóth Gabi énekesnő is, miután Curtishez hasonlóan ők is úgy érezték, hogy ez a tüntetés bizony nem lesz politikamentes. Mert nem oldalaktól független a rendezvény. Emiatt nem vállalta az eseményt Ördög Nóra sem, aki közösségi felületén azt írta, az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel. Vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom ebben a témában egységes az álláspont, nem is lehet más, a bűnösöknek zéró tolerancia. Ugyanakkor csak úgy, mint minden közéleti témát, ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig és ezután is távol fogom tartani magam. Az egyik legmegdöbbentőbb kiírás, ez szerintem Ördög Nóráé volt, fájt, mert egyébként kicsit átverve éreztem magam. A demonstrációval kapcsolatban kerestük Oswald Zsoltot is, azonban megkeresésünkre azt mondta, nem kíván a Hír TV-nek nyilatkozni. Kerestük még Pottyondi Edinát is, megkeresésünkre azonban a következőt írták. Köszönjük megkeresését, kérem, interjú kéréssel kapcsolatban Oswald Zsolttal vegye fel a kapcsolatot. Hát így zárult be a kör a független influencerek között. Minden esetre azt a kérdést érdemes lehet feltenni, hogyha a szervezők azt állítják, hogy nem politikai haszonszerzés volt a tüntetés célja, akkor mégis mi? Öncélú magamutogatás? A Magyar Nemzet írt róla a napokban, hogy Fancsikai Eszter, a Nem akarok beleszólni Instagram csatorna egyik szereplője, a tüntetés egyik szervezője, a napokban a demonstrációval kapcsolatban úgy fogalmazott, a szereplési vágy és az öncélú magamutogatás hajtja az influencereket, amit most eszközként használunk, hogy nagyobb figyelem irányuljon az ügyre rajtunk keresztül. Minden esetre a jobb oldalon továbbra sem módi gyermekek mögé bújva, vagy gyermekek kárára kampányolni. A kormánypártok éppen ezért abban elkötelezettek, hogy Magyarországon Európa legszigorúbb gyermekvédelmi szabályai működjenek, fogalmazott Hollik István. Évek óta azért dolgozunk, hogy Európa legszigorúbb gyermekvédelmi rendszerét hozzuk létre, és mi mindenkivel hajlandók vagyunk a gyermekvédelem tekintetében együttműködni, hajlandók vagyunk azért tenni, hogy a mi gyermekeinket megvédjük. Úgy gondoljuk, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, úgyhogy állunk rendelkezésre eddig is, nyitottak voltunk minden javaslat megtárgyalása, ezután is így fogunk tenni. A kérdés persze már csak az, hogy azok a baloldali pártok, akik kéz a kézben járnak ezekkel a politikai influencerekkel, mit fognak tenni akkor, amikor a gombot kell nyomni, amikor a döntés az ő kezükben is lesz, hogy elfogadják-e a szigorúbb gyermekvédelmi törvényeket, vagy a gyermekek védelme számukra megmarad egy hangzatos szlogán. Én nem törlöm le a csatornámat, én nem vonulok el a nyilvánosság elől, viszont politikai kérdésekben nem fogok ilyen szinten állást foglalni. Ki áll le a baloldal a gyermekvédelmi rendszer szigorítása mellett? A köztársasági elnök kegyelmi ügye óta ugyanis hangosan követelik a gyermekek védelmét, de így volt-e ez korábban is, és kérdés az is, hogy támogatni fogják-e a változtatásokat, vagy csak politikai hasznot akarnak kovácsolni ebből az ügyből is. A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni.
Az ellenzéki pártok már régóta mondják, hogy a gyermekvédelemmel nagyon súlyos problémák vannak. Szégyengyalázat, amit a Fidesz művel. Pedofil védők akarnak gyermekvédelmi törvényhez hozzányúlni. A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni. Ezt hangsúlyozta Orbán Viktor az évértékelőjében. A miniszterelnök bejelentette, a gyermekek védelmét hivatott szabályozást ezért az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig átfésüli és kiegészíti a kormány. Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. Mindezeket együtt pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtanunk az országgyűlésbe. A képmutató és kétszínű baloldal ott majd vitézkedhet. Na, ott majd lehet kapaszkodni. A miniszterelnöki évértékelő legfontosabb üzenete, hogy volt hiba a gyermekvédelmi rendszerben, hiszen mint azt Novák Katalin köztársasági elnök lemondása is mutatja, elnöki kegyelemmel eddig akár pedofil bűnnel követők is szabadulhattak. Orbán Viktor az ügyre reagálva kijelentette, alkotmánymódosítást hajtanak végre, hogy bezárja a kiskaput a kormány. Kegyelemnek ilyenkor helye nincs. A részletekről a kormánypártok majd ezután tájékoztatnak. Azonban a kabinet eddig is élesen állt ki a gyermekek érdekéért és jogaiért. 2021-ben vezette be a most is érvényben lévő gyermekvédelmi törvényt, ami a többi között pedofil bűnelkövetőknek most is tiltja például, hogy munkájukban gyermekekkel foglalkozzanak. De bárki számára elérhető nyilvántartást is létrehoztak pedofilokról. Az ellenzék most hangosan számon kéri a gyermekek jogait, csak hogy a törvény megszavazásakor még egészen másként álltak a dolgokhoz. Egészen pontosan, teljesen kikeltek magukból miatta. Szégyen ez azokra, akik ma olyan törvényeket fognak elfogadni, amelyek egyébként megbélyegeznek embereket. Mi ebben a hitványságban nem fogunk részt venni. Ebben az LMP nem vesz részt. A Demokratikus Koalíció frakciója ebben a gyalázatban nem kíván részt venni. A Magyar Szocialista Párt ebben ma nem vesz részt, és a szavazást bojkottáljuk. Akkor azt állították, a törvény lényegében a meleg közösség diszkriminációjáról szól. Mocskos Fidesz! Mocskos Fidesz! Alig egy hete pedig a civil demonstrációnak meghirdetett gyermekekért szóló tüntetésen szinte az egész baloldal felvonult. Szabó Tíme a közösségi oldalán hirdette, hogy mennyire kiállnak a gyermekekért. Több tízezren vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak az ellenzéknek, hanem az egész országnak elege van abból a fertőből, amit az elmúlt években a Fidesztől láttunk. Rajta kívül Karácsony Gergely főpolgármester, a Momentumos Fekete Győr András, a DK-s Dobrev Klára, a szocialista Kunhalmi Ágnes és Harangozó Tamás, valamint a jobbikos Brenner Koloman is posztolt a helyszínről. A kis vékonyan izmos testét, amit annyira szerettem nézni, és amire annyira szerettem gondolatban elélvezni. Csak hogy nem voltak ennyire aktívak ezek a baloldali politikusok, amikor a majd 40 éves LMBTQ aktivistáról, a pedagógiai asszisztens Bite Zsoltról derült ki, hogy egy 15 éves iskolás fiú a szeretője, és szerinte ez teljesen rendben is van. Amit pedig csinál, az szerinte nem is pedofília, hanem efebofília. Az efebofília azt jelenti, hogy egy 18 éven felüli, körülbelül 15-től 19 évesekig vonzónak találja az adott nem képviselőjét, lehet ez fiú is, lehet ez lány is, az esetemben fiúkról van szó. Na, ezután az eset után nem szervezett senki a baloldal, meg végképp nem több tízezres tüntetést. Sőt, úgy tűnik, a gyermekek jogaiért való küzdelem a baloldal számára most is kimerül a kormány hibáztatásában. Garanciát minden esetre nem adtak arra, hogy partnerek lesznek-e a gyermekvédelem szigorításában. A baloldali pártok a mostani gyermekvédelmi törvényt 2021-ben nem szavazták meg. A köztársasági elnök lemondása után pedig úgy tűnik, hogy a mostani szabályozás szigorítását is kifogásolják. Meglehetősen hitel. Vigyázzon Jézusom! Meglehetősen hiteltelen az, hogy ők próbálják most ilyen tűzoltás jellegűen. Ez teljesen nyilvánvalóan pótcselekvés. Inkább szégyelniük kéne magukat, a Fidesz
fideszes, aki fideszes kapcsolatokkal rendelkezik, az a pedofil úgy látszik megúszhatja a büntetést, úgyhogy szerintem ez egészen egyszerűen szánalmas, amit a kormány művel, inkább ezen kéne Orbán Viktornak gondolkoznia, hogy módosító javaslatokkal esetleg, vagy valami javaslattal készülnek? Semmiféle tartalmi hozzászólásom most nincsen ehhez. Hát nagyon nehéz erre bármit is mondani akkor, amikor pedofil védők akarnak gyermekvédelmi törvényhez hozzányúlni. A Kissé tanástalan párbeszédes Szabó Rebeka után Jakab Péter a néppártján elnöke is mindössze a kormány támadásával tudott előrukkolni. Várjuk meg egyáltalán, hogy mit akar majd Orbán Viktor beterjeszteni a parlament elé. Én egyelőre azt láttam az évértékelő beszédében, és tényleg kivetnálom a biztosítékot, ez a nyilatkozata is, hogy miniszterelnök úr nem azt tartja rémálomnak, hogy milyen szexuális bűncselekményeket követtek el felnőtt emberek gyermekek sérelmére, hanem azt tartja rémálomnak, hogy Novák Katalin lemondott. Támogatják a gyermekvédelmi törvényt? Hát ha valóban gyermekvédelmi... Sőt, a Momentumos Tóth Endre is inkább besietett a képviselői irodaházba, mintsem, hogy kielégítő válaszokat adjon. Azt nagyon támogatjuk, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Kétségtelen tény. Az LMP társelnöke ugyanakkor már releváns lépéseket sorakoztatott fel. Ungár Péter szerint az egyik legnagyobb veszélyt a mindenhol elérhető internetes pornográfia jelenti. A politikus és pártja a gyermekekkel foglalkozó szakemberek érdemi béremelésével kezdené a szabályozás átalakítását, és erőteljesen korlátozná a 18 év alattiak pornográf tartalmakhoz való hozzáférését. Kettő szempontot emelnék ki. Az egyik az, hogy a gyermekvédelmi dolgozóknak rendkívül alacsony a fizetése. Tehát ha valaki tényleg komolyan gondolja a gyermekvédelmet, akkor a gyermekvédelmi dolgozóknak érdemi béremelést kell adni. A másik pedig az, hogy a gyermekek szexualizálása irányában a legnagyobb veszélyt a mindenhol elérhető pornográfia, internetes pornográfia jelenti. Mi mindent hajlandóak vagyunk támogatni, ami a 18 év alattiak internetes pornóhoz való hozzáférését korlátozza. Szükség van gyermekvédelmi törvényre, ezt már elmondtuk akkor is, amikor annak idején megszavaztuk ezt a törvényt, mert látjuk, hogy milyen irányba halad ez a liberális világ és a globalizáció, milyen hatásoknak teszi ki a gyermekeinket. Kémiai kasztrálás. A Mi Hazánk mozgalom ezt alkalmazná a pedofil bűnelkövetőkkel szemben. A megalapításunk óta a programunk része a kémiai kasztrálás a pedofilok esetében. Ezt orvosok, tudósok, gyógyszerészek megerősítették számunkra, hogy igenis egyrészt van visszatartó ereje, kettő pedig ez működik. Tehát azokat az embereket mi egyrészt nem is engednénk vissza a társadalomba, akik pedofil bűncselekményeket követnek el, de az az első és legfontosabb, hiszen akár meg is szökhet, vagy akár nagy Isten elnöki kegyelemmel is szabadulhat egy pedofil. Hát reméljük, hogy a jövőben majd persze nem, hogyha ez az alkotmánymódosítás elfogadásra kerül, de már a börtönbe kerüléskor a kémiai kasztrálást ezt meg kell oldani. A KDNP szerint pedig azért van szükség a gyermekvédelmi rendszer átalakítására, mert a gyermek a legfontosabb. Nyilván mi már a kezdetétől fogva szigorítottuk a gyermekvédelmi törvényt. Nyilván a mostani helyzetben indokoltá válik az, hogy még szigorúbbá tegyük. A gyermekeink védelme a legeslegfontosabb, ez egy jogos társadalmi elvárás is és igény is. Minden józan gondolkodású ember így látja ezt. A baloldal tehát látványosan követeli a gyermekek megóvását a pedofil bűnözőktől. A korábbi esetekben azonban korán sem álltak ki ennyire határozottan a gyermekáldozatok mellett. Igaz, akkor jobboldali politikust nem lehetett összefüggésbe hozni az esettel. Kérdés, hogy akkor valóban a gyermekvédelme számít-e, vagy a politikai haszonszerzés? Az Egyesült Államok magyarországi nagykövete azt állítja, nem avatkozik bele a magyar belpolitikába. Gyurcsány Ferenc pedig rövid üzengetés után megjelent a bíróságon. Ne menjenek sehova, a reklám után ezzel folytatjuk. Fekete Győr András után most Varjú László állt a bíróság elé. Gyurcsány Ferenc már előzetesen üzent a törvényhozásnak, fenyegetőzött, és ami már a bíráknak is sok volt. Ezt követően a pártelnök váratlanul megjelent a tárgyaláson. Egy törvénysértő határozat, döntés született. Másodfokon is bűnösnek mondta ki a bíróság Varjú Lászlót garázdaság miatt. A Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője még 2018-ban a túlóra törvény elleni tiltakozások során hatolt be az MTVA székházba, ahol dulakodásba kezdett a helyi biztonsági őrökkel. Varjú László az ítélet után nem hajlandó lemondani országgyűlési mandátumáról. A tárgyaláson egyébként személyesen vett részt Gyurcsány Ferenc, vélhetően azért, hogy nyomást gyakoroljon. Ennek úr, mi a valós célja annak, hogy itt ennyien ide jöttek a DK-tól? Cél az, hogy befolyásolják a bíróság döntését? Ennek úr, függetlennek tartja a bíróságon?
El fogják fogadni majd az ítéletet? Úr, hogyha elítélik Varjú Lászlót, akkor vállalni fogja Varjú László a felelősséget majd? Elnök úr, Varjú úr le fog itt majd feküdni a tárgyalóteremben? Beszéltek erről? A Magyar Nemzet egyetlen kérdésére sem volt hajlandó válaszolni Gyurcsány Ferenc, aki személyesen vett részt Varjú László tárgyalásán. Legyen Fidesz távol! Bemenni joga volt a tévészékházba, ott a munkát akadályozni, követeléseit beolvastatni már nem. Ezt mondta ki a bíróság Varjú László perében. A dulakodás miatt első fokon egyszer már kimondták a DK alelnökének bűnösségét garázdaság miatt. Ezt most helyben hagyta másodfokon is a bíróság. Az elsőfokú ítéletet megváltoztatva Varjú Lászlót másodfokon testi sértésben is bűnösnek találták. Az MTVS dulakodás során ugyanis kihúzta az egyik biztonsági őr bokáját, aki emiatt elesett és 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. Garázdaság mellett most már tehát testi sértésben is bűnösnek mondták ki Varjú Lászlót. A harmadik vádpontot, a választás rendjének megsértését szintén igazoltnak látta a másodfokú bíróság. De ilyen egyszerű az élet? Nem bonyolult az ember. Szóval most itt nálunk, ezt te még tetézed ezt a helyzetet. Én gyakorlatilag a demokratikus ellenzéknek egy lehetséges győzelmi pozícióját teszed tönkre. A politikus 2018-ban Horváth Imrének anyagi előnyeket ajánlott azért, hogy lépjen vissza és ne induljon vele szemben az országgyűlési választáson. Erre a megbeszélésre szükség volt. Azért 40 ezer szórólap nem semmi. De érte, én nem akarom, hogy... Vagy éppen azért idehívok egy művészt, aki idejön és... Én nem akarok neked kárt okozni, hogy károd legyen. Mondd azt, hogy ne legyen károd, és akkor nem lesz. Én nem ígérhettem neki semmit, mert soha nem volt személyes költsége, ennek alapján pedig csak egy szándékos félremagyarázás és rosszindulatú megközelítés, ha ettől eltérő álláspontot képvisel az ügyészség. Varjú László a bíróság előtt azt mondta, hogy politikai ellenfeleinek nem tetszik a véleménye, és meg akarják félemlíteni. Egyértelmű, és úgy élem meg, hogy tüske vagyok a körmük alatt. Varjú László vádlottat bűnösnek mondja ki testi sértés büntetében is BTK 164 szakasz első és három bekezdés. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. Egy törvénysértő határozat döntés született. Magam ez ellen fellebbeztem, és az igazamért mindvégig küzdeni fogok. Az a döntés, ami született, az... ellen azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember ezt tenné. A Fidesz szerint az amerikai nagykövet nem diplomataként működik. Ezt gyakorlatilag a Jobbik bukott elnöke is elmondta, sőt, még örül is neki. Célpontban David Pressman. Why do you interference in Hungarian domestic? Miért avatkozik bele olyan agresszívan a magyar belügyekbe? Tudja, itt vagyunk a zsidó gettó felszabadításának megemlékezésén. Szóval a kérdése elég szerencsétlen és nem a tényeken alapul. Legyen szép napja! David Pressman a lombkorona sétányon, ellenzéki politikusok társaságában és Magyarországon működő NGO képviselőivel. Az amerikai nagykövet széderestet is tartott, ahol a meghívottak közül egyedüli pártpolitikusként Gyöngyösi Márton is jelen volt. Az asztalfőnél a diplomata mellett kapott helyet a Jobbik korábban antiszemita és rasszista botrányokban érintett elnöke. Gyöngyösi mások mellett együtt vacsorázott Heisler Andrással, valamint az SFE és más baloldali tüntetések egyik ismert szereplőjével, Nagy Ervin színművésszel. Az amerikai nagykövet korábban Putyin pártisággal is vádolta és a Kremlhez hasonlította a magyar kormány működését. Volt, hogy azt állította, hogy antiszemita üzenete van a kormány által kihelyezett plakátoknak, a szuverenitásvédelmi törvény miatt is aggódott, sőt még a ferencvárosi szivárvány pad másolatával is fotózkodott. David Pressman, amerikai nagykövet ugyan azt állítja, hogy nem avatkozik bele a magyarországi belpolitikai folyamatokba, azonban mégis számos olyan megnyilvánulása van, ami nem erről tesz tanúbizonyságot. A közelmúltban a nagykövet három amerikai szenátor és a magyar ellenzék vezetői vettek részt egy megbeszélésen. Az erről készült fotókat az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége a közösségi oldalán tette közzé.
Nem sokkal korábban egy másik bejegyzésben David Pressman azt írta, magasrangú amerikai szenátorok kétpárti csoportja fontos megbeszélést folytatott magyar civil szervezetek és szakértői képviselőivel, tehát az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete Magyarországon működő NGO-kkal is találkozott az ellenzékkel folytatott találkozó előtt. Szóval a kérdése elég szerencsétlen és nem a tényeken alapul. David Pressman a közelmúltban Debrecenbe is ellátogatott. Debrecenben vagyunk, a mögöttem látható Malter nevű helyre, a helyiek egy része csak sorosfészekként hivatkozik. Ide látogatott el a közelmúltban David Pressman. Ezen a szerkesztőségünkhöz eljuttatott felvételen jól látszik, ahogyan megérkezik az amerikai nagykövet a civil szervezetekhez, amik ráadásul komoly amerikai támogatást kaptak. Itt található egyébként az Alternatív Közösségek Egyesülete is, ami azzal került még tavaly a figyelem középpontjába, hogy az akkumulátorgyárak elleni tüntetésekhez nyújtanak segítséget. Figyeljenek csak, hogyan nyilatkozott akkor az egyesület alelnöke? Önöket a Soros György egyik szervezete támogatja. Ez igaz? Most nem támogat minket egyik szervezete sem. De korábban kaptak akkor. Volt korábban támogatásunk, a civil szervezetek kapacitás fejlesztésére és támogatására kaptuk. Egy nagyon különleges helyen történt a látogatás. A David Pressman amerikai budapesti nagykövet úr a debreceni sorosfészekbe látogatott, és az különleges helyszín, hiszen Malter néven fut, viszont tudni kell róla, hogy a Debrecenben ténykedő és a Soros hálózat által brutális összegekkel támogatott egyesületeknek a gyűjtőhelye. Kis Norbert debreceni blogger videóiban rendszeresen foglalkozik a város közügyeivel. Meglátása szerint a látogatásig nem volt egyértelmű bizonyíték arra, hogy az amerikai nagykövet közvetlen kapcsolatot tart olyan debreceni civilnek mondó szerveződésekkel, akik tüntetéseket szerveznek. Ezt a dokumentumot a budapesti amerikai nagykövetség tette közzé, azoknak a balos lapoknak a nevei szerepelnek rajta, amiket támogatásban részesített David Pressman. Itt megtalálható annak a debreceni lapnak a neve is, amelyik elkísérhette az amerikai nagykövetet és beszámolt az útjának minden részletéről. Amikor videót forgattam a soros fészek feltárásakor, akkor is ott volt egyébként a főszerkesztő a Debrecenek, a helyi Dollár médiának, aki két nappal a nagykövet látogatása után a nyilvános dokumentumokból letölthető, bárki meg tudja nézni, 10 millió forintot kaptak az amerikai nagykövetség támogatásával, az ökotástól és a mértéktől, és bennem felmerült azonnal a kérdés már aznap 26-án, amikor ezt a dokumentumot láttam, hogy nekem még sohasem adott külföldről 10 millió forintot, de még 1 millió forintot se senki, úgy, hogy ne kért volna érte valamit cserébe. Ugye a világ így működik, hogyha valaki külföldről, akár az amerikai nagykövetség támogatásával egy jelentős összeget kap, akkor valószínűleg elvár érte cserébe valamit. David Pressman tehát Debrecenben meglátogatta a helyi civilnek mondott szervezeteket, megnézte az épülő akkumulátorgyárat, és még az ellenzék által egyfajta szimbólumnak beállított lombkorona sétányt is megtekintette. Volt azonban egy olyan jelképes hely, ami már nem fért bele a sűrű programjába. Amit mi még felvetettünk az az, hogy ha már itt van Debrecenben, és mindenféle helyszínekre ellátogatott, akkor vihetett volna egy szálvirágot a debreceni amerikai terrorbombázások debreceni áldozatainak emlékhelyére. Ugye 44-ben több hullámban, több alkalommal bombázta az amerikai légierő Debrecent. Sok ezer debreceni halott maradt utánuk, megsérült az egyetem, a nagy templom, hogy ott mit kerestek a bombázók, azt nem lehet tudni. Minden esetre az egy szép gesztus lett volna, de Pressman ilyenekre nem képes. A debreceni köztemető, a debreceni egyetem, a debreceni nagy templom, illetve a vasútállomás. 1944-ben az Egyesült Államok légiereje többek között ezeket bombázta le. Több mint 3000 debreceni veszítette életét. A város az ő emlékükre épített egy emlékművet, ezt azonban David Pressmannak nem sikerült meglátogatnia. Kósa Lajos Debrecen országgyűlési képviselője szerint az Egyesült Államoknak fondorlatos társadalom átalakító és politika befolyásoló szándékai vannak. Találkozott itt Debrecenben is azokkal a szervezetekkel, amelyeket egyébként amerikai forrásokból finanszíroznak, részben a Soros, az Open Society, de az Egyesült Államok külügyminisztériumának, és egyébként
az ott összeszedett, úgymond fundraisinget, pénzeknek is a köszönhetően itt 2015 óta Debrecenben durván 2 milliárd forintot költöttek el ilyen célokra, tehát az nem kevés. Mondjuk az eredménye a zéró, talán ezért is jött ide Debrecenbe megnézni, hogy az a sok pénz, amit ide küldtek, az hova tűnt. Vagy mi lett vele? Hát nyilván egy igazi helytartó, az megnézi a csapatait, hogy azok éppen milyen állapotban vannak, ezt látok itt Debrecenben, ami oké, hát ez belefér. Az, hogy politikai pártokat finanszírozod, nem fér bele, meg egyébként az a duma, amit mondanak, hogy úgymond kultúraváltást támogatnak. Hát bocsánat, de nekünk van egy kultúránk, azt nem kell, nem akarjuk leváltani. Tehát az amerikaiak hogy jönnek ahhoz, hogy a mi kultúránkat akarják valami mással leváltani? Az amerikai nagykövet persze tagadja, hogy beavatkozna a magyar belpolitikába. Why do you interference in Hungarian domestic? Miért avatkozik bele olyan agresszívan a magyar belügyekbe? Tudja, itt vagyunk a zsidógettó felszabadításának megemlékezésén. Szóval a kérdése elég szerencsétlen és nem a tényeken alapul. Legyen szép napja! Hogy látja David Pressman magyarországi tevékenységét, munkásságát? Hát nyilván akkor, amikor egy rezsimmel állunk szemben, akkor azok az országok, amelyek nem rezsimekre rendezkednek be, nem diktatórikus berendezkedéssel rendelkeznek, azok megpróbálják olyan irányba terelni a dolgokat, a közállapotot, hogy esetleg, ha már mégiscsak az Európai Unió egyik tagállamáról beszélünk, akkor itt is hasonló demokratikus berendezkedés legyen, mint ami mondjuk a tőlünk nyugatabbra lévő világ felében van. A magyar belpolitika szereplőit is megosztja Pressman szerepvállalása. Jakab Péter, ahogyan hallhatták, üdvözli a nagykövet tevékenységét. Van, aki fenntartásokkal kezeli, akad, aki elítéli, de van olyan országgyűlési képviselő is, aki úgy tűnik az erre irányuló kérdést sem akarta értelmezni. David Pressman magyarországi szerepvállalását hogyan látja? Ugyan fogalmam sincs, hogy mire gondol. Abszolút, nem tudom ezt, nem tudom kommentálni, nem tudom, hogy mire gondolnak. De tudja, hogy ki a David Pressman? Igen, tudom. És nincsen véleménye a magyarországi tevékenységéről? Nem, hogy ön mire gondol, tehát hogy konkrétan milyen tevékenység? Hát ön, mint országgyűlési képviselő, hogy látja David Pressmannak a magyarországi? Nem foglalkozom vele egyáltalán. Szerintem abban elvárásokat megfogalmazni, hogy ki hogy avatkozik bele a másik politikájába, nehezen tud a magyar jobboldal. Kétségtelen tény, hogy egy nagykövetnek az a dolga, hogy a kormányok közötti kapcsolatot erősítse, de én meg vagyok róla győződve, hogy Pressman nagykövet úr is így kíván tenni. David Pressman szerepvállalásáról mit gondol? Nagyon nehéz a magyaroknak az Amerikai Egyesült Államokat kedvelni, amikor egy olyan nagykövet képviseli az Egyesült Államokat, aki úgy viselkedik, mintha a gyarmattartót helytartóként képviselné a provincián, a kolónián, és hát David Pressman konkrétan utasításokat ad széder vacsorára, ráadásul a saját hite szerint megtartott vacsorára meghív ellenzéki pártvezetőket, mint Gyöngyösi Mártont, és ott utasításokat ad nyilvánvalóan, akkor, amikor az Amerikai Egyesült Államokból pénzzel támogatják a balliberális pártok kampányát, akkor nyilvánvalóan látszik, hogy helytartóként, gyarmattartóként viselkedik, aki még ráadásul a magánéletét is széles körben bemutatva az LMBTQ propagandát is megpróbálja a magyar társadalomra erőltetni. Nyilvánvalóan ezt rendkívül visszataszítónak tartjuk. Amikor eddig amerikai kongresszusi delegációkat fogadtunk, az olyan volt, mintha beiratkoztunk volna egy államvezetés kurzusra, és a találkozó ideje alatt egy nagyon átfogó kioktatásban volt részünk arról, egyébként hogyan kéne Magyarországot kormányozni. Na most a helyzet az, hogy ezt majd a magyar emberek eldöntik. Szóval, ahogyan a műsor elején elhangzott, amerikai képviselők delegációja járt Magyarországon. Szijjártó Péter szavai szerint pedig a kormány szívesen lát mindenkit, ha a kölcsönös tisztelet adott, és nem a belügyekbe történő beavatkozásról van szó. A tárcavezető meglátása szerint a szenátorok magyar belpolitikai kérdésekről és európai uniós ügyekről szerettek volna beszélni, de egyik sem tartozik rájuk. Szóval a kérdése elég szerencsétlen és nem a tényeken alapul. Minősíthetetlen hangnemet ütött meg a DK-s politikus az M1 riporterével szemben. Kameránk rögzítette, hogyan hazudik Rónai Sándor. Ön szokott gyermekeknek a nadrágában turkálni?
Ezt ugye most nem gondolja komolyan. Botrányos és felháborító hangnemben beszélt a DK európai parlamenti képviselője az M1 riporterével. Rónai Sándor burkoltan pedofíliával vádolta meg Császár Attilát. A politikus azt feszegette, hogy az újságíró szokott-e gyerekek nadrágjában turkálni. Önök és az önök propaganda médiája mosdatja a pedofilokat. Próbálja meg arra válaszolni, amit kérdeztem. Akarják befolyásolni a magyar igazságszolgáltatást? Ön szokott gyermekeknek a nadrágjában turkálni? Ezt ugye most nem gondolja komolyan. Ön szokott a gyerekek nadrágába turkálni? Én nem, viszont az kiderült, hogy a Fidesz... Önnek van gyereke? Igen, van két gyermekem. Nekem ezért... is van gyerekem, úgyhogy visszautasítom. Éppen ezért mindent megteszek a gyermekek magáról, védelmében. De mit képzel mindent magáról? Mindent megteszek a gyermekek ezt most, védelmében. Ezt most vonja vissza. Nem tudom, most vonja vissza. Ameddig a köztársasági elnök, az igazságügymész és az összes fideszes most vonja pedofilokat... Most vissza Brüsszelben is ezt képviseli? Brüsszelben is a gyermekek védelmét képviselem, annak érdekében, hogy a fideszes pedofilok ne tudják őket megrontani és egy életre megnyomorítani. Csak hogy Rónai Sándor fél órán belül kétszer is minősíthetetlen módon sértegette Császár Attilát, a köztévé riporterét. Miközben a politikus azt gondolta, hogy nem veszik a kamerák. Többször is még szájról olvasva is jól látszódóan azt kérdezte az újságírótól, hogy hülye vagy? A Magyar Nemzet stábja rögzítette a jelenetet, csak hogy ezt Rónai Sándor nem tudta. A politikus ezért megpróbálta utólag letagadni, hogy gyakorlatilag lehülyézte az újságírót. Ekkor a Rónai Sándor képviselő éppen velem szemben azt mondja, hogy én hülye vagyok. Mi erről a véleménye? Ott magyaráz a háttérben, és azt mondja, hogy hülye vagyok. Ez a bocsánat, van valahol, nem? Képviselő úr, megismételni, ne haragudjon, amit az előbb mondott, hogy hülye vagyok? Lehet, hogy barátokat keresd itt nagyon rossz helyen. De nem úgy értettem, megismételni? Én démonokat lát. Még hazudik is. Őrizze meg a méltóságot. Oké, rendben. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha lemaradtak volna, adásainkat visszanézhetik a televízió YouTube felületén, videóinkkal pedig találkozhatnak a hirtv.hu-n, valamint a magyarnemzet.hu-n is. És ne felejtsék el bekövetni a Magyar Nemzet TikTok csatornáját se. Jövő héten ismét izgalmas témákkal várjuk Önöket. Addig is, viszlát!